hiszek abban, hogy jövőre lesz Debrecen Pride, Miskolc Pride, Siófok Pride. Minden Pride lesz jövőre. Sőt, minden áldott nap, minden egyes városban, minden egyes faluban Pride van. Köszönöm, hogy itt lehetek. Észrevehető, hogy offenzív jellegű a felvonulásuk, most már nem csak Európát, hanem országunkat is tekintve. You have to put your green feet on the ground. Hurry up, I cannot sleep. Blue feet. Okay. Nevi kér milyen menő vagy, minden kaptál, nagyon ügyes. Sorry. Yo no es que sea experta haciendo fotos, pero si yo estoy aquí situada, ¿por qué estáis mirando para allá? Dasko Haydn. Tendrá más repercusiones. ¡Ole! Tekerjétek meg! Én nem jöjjön, csak tényleg megkérdezik. Persze. Kötelező. Itt vagyunk már a téren. Igen. Van érte meg? Boldog Pride-ot! Sovan mutat a nyírja. Tudok csalni egyébként így az ujjammal. Na még egy livernyák, tessék! Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy ilyen szépen és ilyen, azt lehet mondani, erőt mutatóan, tesztoszteron szagúan megjelentetek és kiálltatok itt. Hát ez valami hihetetlen felemelő, tehát mi nem is álmodtunk arról, hogy a közeljövőben megtapasztalhatjuk azt, hogy egyrészt milyen Magyarországon úgy Pride-ra jönni csak látogatóként, tehát ez tényleg ilyen libabőrös érzés nekünk a Budapest Pride-tól. Másrészt azt reméljük ettől a rendezvénytől, hogy iszonyan nagy reményt fog adni nem csak a Pécsen és a Pécs környékén élő LMBTQ embereknek, meg a családjaiknak, meg a barátaiknak, hanem minden vidéki LMBTQ embernek az országban. Én abban hiszek, hogy a gyerekeinket úgy kell nevelni, hogy egymás elfogadására. És akkor most hozok ilyen gyakorlati példákat, ami közösségünkben, vagy igazából a közeli baráti társaságunkban vannak olyanok, akik melegek, vagy azonos neműek a párjuk. És az én gyerekem úgy nő fel, hogy neki ez végtelenül természetes. És úgy is emlegeti őket, hogy ők egymás társai, és én ezt nagyon fontosnak tartom. Jó, nekem! Akartok is írni! Jászéltem! Akartok is írni, hogy mondom, hogy remélem, hogy So I was thinking about coming with a VT t-shirt and I was like, I'm not going to change and so be. Na, szuper. Azóta ilyet is szabad. Ma? Jó ötlet. Hello. De én szabad még. Van. Mennyi az lesz? 2000. Szilvi! Hello! Igen, drága! De jó, hogy itt vagy te is. De jó, vonuljunk együtt. Vagy te mással? Nem, én egyedül jöttem. Most megállt. Jobbra. Hát fogjad. Fogom. Nem ennek után, akkor a csönd van a városban, hogy így nem tudjuk, hogy most... Ugye vihar előtti csend. Van, igen, és akkor meg a címányán nem tudjuk, hogy inkább... Nem tudom, hogy így is... Legelőször... Érted, Bami? Bemutatni a fiamat, hogy ő a Pál Márton. Nagyon örülök, hogy itt pécsiként ítéltek az első pécsi Pride-on. És megfordult a kocka,
én úgy mutatkozom be, hogy én vagyok a Pál Marci fia. Lánya, anyja. Az államnak az lenne a dolga, hogy ne egyszerűen jobb, hanem esélyegyenlőséget teremtsen. Ehelyett azt tapasztalom, hogy a jogalkotó súlyos hátrányokat, egyéni tragédiákat okoz, nem beszélve arról a mindenki körülvevő folytogató részéről, amit a propaganda hadjáratával hintott. Mind ismerjük a bénító félelemérzését. Ezt ma Magyarországon kevés LMBTQ ember tudja elkerülni. Ráhagyjuk a kollégánkra a szexista poént? Csendben hallgatjuk a homofób és transzfób rokont? Csak pislogunk a környezetünkben felbokkanó rasszizmuson? Mit reagálunk akkor, ha valaki bejelenti, hogy ő nem fog szavazni? Minden ilyen helyzetben van egy döntésünk. Hagyjuk, hogy félelemből reagáljunk, vagy cselekszünk? Nem tetszik egyáltalán az, hogy Patika mérlegre teszitek, hogy mikor, kikkel és hol vagytok szolidárisak, amikor csak azt nézitek, hogy mennyi szavazatot jelenthet az, hogy eljöttök-e és szolidárisan itt vagytok azokkal az emberekkel, akiket üldözés ér ebben az országban. Azt üzenem, hogy gyávák vagytok. És egy ilyen gyáva ellenzék nem fogja tudni leváltani a diktatúrát. Legyetek bátrak! És köszönöm azoknak az ellenzéki politikusoknak, akik ma itt voltak Pécsen, és vállalták azt is, hogy esetleg csökken a népszerűségük. Annyi mindent kéne még elmondanom, nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom. Elképesztő itt lenni veletek. Minden egyes ember, aki hisz abban, hogy elég intelligensek, elég okosak, elég érzékenyek vagyunk ahhoz, hogy szeressünk és szeretve legyünk, az egész nyugodtan mondjon nemet egy olyan diktatúrának a törvényére, ami egyszerűen megtiltja nekünk azt, hogy önmagunk legyünk, ami megtiltja azt, hogy egyenlő jogok biztosítsanak mindannyiunkat. És csak akkor építhetünk egy jobb, erősebb, igazságosabb világot, hogyha összefogunk. Integet! A menet indulásánál már így éreztem, hogy ez itt helyén van, meg már a gyülekezésnél is, hogy ez itt helyén van, nem kell aggódni. Gyönyörű volt, úgy gondoljuk.